Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább galamb, vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 8 és május 24-e között minden hétfő este 6 órától a Speranza Reménység TV-n, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár című műsorunkban, a Ki vagyok én ifjúsági sorozat 4. alkalmán. És üdvözöllek benneteket is, kedves fiatalok! A mai prédikáció és beszélgetés során egy létfontosságú döntésről lesz szó. Arról a döntésről, hogy az életünkben, a mindennapjainkban kit szeretnénk szolgálni. Az urat vagy a mammont. Egy olyan világban élünk, amikor az anyagi javak nagy fontossággal bírnak. Presztízst sugallhatnak rólunk, ha rendelkezünk velük, és ilyenkor annak is megnő a veszélye, hogy az egyedüli igaz Isten helyett ezeknek a szolgáivá válunk. Viszont rendelkezünk döntési lehetőséggel, amely során választhatjuk a jót, az igazat, ami mennyei atyánkat. Maradjanak velünk, és nyerjenek nagyobb betekintést abba, hogy a mai fiatalok hogyan vélekednek erről az alapvető témáról, és arról, hogy nekik milyen tapasztalataik vannak ilyen téren. A továbbiakban az ige szolgálatot Bíró Szilárd lelkipásztor fogja hirdetni, majd ezután rákerül a sor a marosvásárhelyi B gyülekezet fiataljainak egy részével vételezett kerekasztal beszélgetésre is, amelyet Amota Loránt lelkipásztor vezet le. Köszöntelek benneteket a Ki vagyok én ifjúsági sorozaton. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és képviselitek a marosvásárhelyi B gyülekezetnek az ifjúságát. Mai alkalommal egy újabb mondását vizsgáljuk meg az Úr Jézus Krisztusnak. Egy olyan mondást, amiről lehet azt mondanátok, hogy bárcsak nem mondta volna ezt Jézus. De hogy lássuk meg, miről van szó, és miről fogunk beszélgetni a mai alkalommal, hallgassuk meg Bíró Szilárd lelkipásztor igei üzenetét, majd azután megvizsgáljuk az ígét, és megvizsgáljuk mindazt, amit megértettetek, és megnézzük, hogyan vélekedtek erről a kérdéskörről. Juan Puyol García egy katalán származású férfi, akinek hírszerzői párafutása 1941-ben kezdődött. Eldöntötte, hogy a brit titkos szolgálatnak szeretne dolgozni. Ezért 29 évesen felajánlotta szolgálatait, de 3 ízben is elutasították jelentkezését. Ezt követően úgy döntött, német titkos ügynökként kezd el dolgozni, hogy majd kettős ügynökként bekerülhessen a brit titkos szolgálat soraiba. Németországban sem fogadták tárt karokkal, de mivel egy próbaküldetést sikeresen teljesített, azonnal a német hírszerzés tagjává vált, és az Arabel fedőnév alatt kezdett el tevékenykedni. Első küldetése a brit hírszerzésbe való beépülés volt, amelyre persze régóta vágyott. Titokban elment a brit nagykövetségre, elmondta, hogy hivatásos német kémként dolgozik, de az angolokat szeretné segíteni. Diplomáciai okokból elutasították ajánlatát. A német titkosszolgálat tagjaként hamis információkkal árasztotta el a náci hírszerzést. Elhitette a németekkel, hogy kiépített egy teljes ügynöki hálózatot. Ezáltal rengeteg pénzre tett szert, mivel a fiktív ügynökök fizetését ő kaparintotta meg. Másrészt, amikor fény derült egy általa kitalált információ hamisságára, a kitalált kémekre való utalással terelte el magáról a gyanút. Ez így ment egészen addig, míg egyszer egy általa kitalált hír véletlenszerűen megegyezett a valósággal. Ezek után a németek még szorosabb bizalmukba fogadták Garciát. A brit hírszerzés is tudomást szerzett az esetről, és némi nyomozás után rájöttek, hogy a háttérben az a Garcia áll, akinek a jelentkezését többször is elutasították. Nem haboztak tovább, megkeresték, bocsánatot kértek tőle, és felvették kettős ügynöknek. A Garbo fedőnév alatt kémkedő Garcia segítségével 1943 végére, amikor a II. Világháború igen nagy fordulatot vett, kidolgozták minden idők egyik legnagyobb átverését. Hitler
A háború ezen szakaszán már pontosan tudta, hogy csak idő kérdése a szövetséges erők partraszállása Franciaországban. A háború kimenetele azon állt vagy bukott, hogy sikerül-e a szövetségeseknek partra szállni egy olyan szakaszon, ahol nem számíthatnak rájuk. Ebben a kérdésben Garciának igen nagy szerepe volt. A brit titkos szolgálat, kihasználva a németek Garciába vetett bizalmát, elhitette a nácikkal, hogy nem Normandiánál, ahogy erre korábban számítottak, hanem az attól 300 kilométerre fekvő Calais városánál fognak a szövetséges csapatok partra szállni. Egy ilyen nagyszabású átverés sikeres kimeneteléért minden kézzelfogható eszközt bevetettek. Kitaláltak egy egész hadsereget, a fuszágot, amit Anglia délkeleti részén Calaishez a legközelebb eső ponton állítottak fel. A nem létező hadsereg több százezer fiktív katonából, hatalmas mennyiségű harckocsiból és repülőből állt, de még tábori kórháza is volt a sebesültek részére. Hamis újságcikkek, kamu rádiós üzenetek és rengeteg felfújható harci jármű gondoskodott arról, hogy megtévesszék a németeket. Egy esetleges német felderítőgép repülési magasságból nem vehette észre, hogy azok csupán felfújható tankok és nem valódi harci kocsik a brit parton. A németek annyira bíztak Garciában, hogy kitüntetésben részesítették, majd néhány hónap múlva az angolok lovaggá ütötték. A megtévesztés sikerrel járt. 1944. június 6-án a szövetséges erők partra szálltak Normandiában, miközben a német csapatok nagy része Calaisnál várta az inváziót. Még ha úgy tűnik is, hogy Garcia két úrnak szolgált, igazából teljes mértékben a britek oldalán állt. Jézus Máté evangélium a 6. fejezetének 24. versében a következőket mondja. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Garciának sikerült a németeket átverni, de Istent nem lehet megtéveszteni, hiszen ő ismeri szívünk indítékait, és tudja, hogy kinek szolgálunk valójában. A Biblia szövegben megjelenő arám mammon szó a pénzt és a birtoktárgyat jelöli. Jézus szemében olyan úr, akinek szolgálatában az ember szükségszerűen elidegenedik és eltávolodik Istentől, mint úrtól. Sokan gondolhatják azt, bárcsak Jézus nem mondott volna ilyet. Jézus ezen kijelentése döntés elé állítja olvasóit. Ki vagy mi a legfontosabb az életedben? Isten vagy a világ? Minden ember keres kincseket, és gyűjt a jövőre nézve. A kérdés a következő. Ki lesz az életem ura? Isten vagy a földi elfoglaltságok? Craig Blomberg a következőket mondja. Az anyagiasság az autentikus kereszténység legnagyobb versenytársa emberek millióinak szívében és lelkében. Végső soron választani kell Isten dolgai vagy a földi dolgok között. Sokan vannak a mai modern társadalomban, akik két úrnak szolgálnak. Sokan vállalnak két állást azért, hogy fel tudják tartani családjaikat. De Jézus az életvetületének egy magasabb szintjéről beszél. Amennyiben két úrnak szolgálok, lehetetlen teljes hűséggel adóznom mindkettőnek. Az Istennek és a mammonnak való szolgálat esetében kiéleződik a hűség kérdése, mivel ez a két úr egymással ellentétben álló dolgot kér szolgájától. A mammon egy egoista életre salkar, míg Isten embertársaim szolgálatára hív el. Míg az ember próbál két úrnak szolgálni, előbb vagy utóbb az egyiket jobban megszereti a másiknál, vagy teljesen elutasítja, míg a másikat megkedveli. Jézus szavainak egyik lényeges mondanivalója a következő. Tehetek bármilyen nagy erőfeszítést azért, hogy két úrnak szolgáljak, de végül választanom kell egyet a kettő közül, mert az Isten
és a mammon szolgálatának elve annyira különbözik egymástól, mint a mágnes pólusai. Mindenki szolgál valakinek, a választás viszont azon alapul, amit az ember leginkább értékel. Vannak, akik szeretik saját kezükbe venni az életüket, és ezzel még nincs is semmi gond. Viszont a probléma akkor következik be, amikor kizárom Istent az életemből, és az énemnek kezdek szolgálni. Mások úgy tartják, hogy egy bizonyos szintig szükségünk van az Istenre, és úgy kezeljük a vele való kapcsolatot, mint egy mentőcsónakot. Csak akkor fordulunk Istenhez, ha betegek vagyunk, vagy valamilyen nehéz helyzet kellős közepén találjuk magunkat. Isten nem egy házi bálvány, akit néha előveszünk és letöröljük róla a port, ide meg amoda helyezünk az életünkben, mint egy tárgyat. Az Isten egy Úr, akit akkor szolgálunk, ha állandó kapcsolatban vagyunk vele. Ugyanakkor Jézus szavai kihangsúlyozzák, hogy a mi viszonyunk a táplálékkal, ruhákkal, a pénzzel és persze a jövőnkkel kapcsolatban nem szabad átvegye Isten helyét, hiszen ezek csupán eszközök, amelyek hozzájárulnak életünkhöz. Mégis különösen foglalkoztatja az embereket az anyagiak gondolata, hisz azok létfontosságú elemei az életnek. A Teremtő ajándékba adta a Földet az emberiségnek. Éppen ezért nem bűn, ha örvendünk az anyagi áldásoknak, de különösen oda kell figyelnünk, hogy ne istenítsük az anyagi javakat, amelyek forrása Isten. Azaz vigyázzunk, hogy ne szeressük jobban az ajándékot az ajándékozónál. Szem előtt kell tartanunk, hogy Isten gazdag áldásai nem csupán értünk vannak, hanem nagylelkűen fel kell használnunk azokat elnyomott embertársaink terheinek a megkönnyebbítésére. Az, aki gazdag és sok áldásban részesül, lényegesen többet tud nyújtani. A lényeg, hogy cselekedjen. Tedd fel a kérdést magadnak. Ki az én Istenem? Talán a pénz, a ruhák, az autók, emberek, elektronikai cikkek, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, influencerek, vagy Jézus Krisztus, aki nem mulandó örömöket és élvezeteket ad, hanem élettel akar megajándékozni. Olyan élettel, amely örökké tart. Válaszd az Istent, legyen ő életed ura. Szilárd arról beszélt, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. És arra az ígére helyezte a hangsúlyt, amely így szól, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. A világtörténelem beszámol arról, hogy minden időben voltak urak és rabszolgák, szolgák. Lehet, hogy ma nekünk ez egy elavult élethelyzetnek látszik, viszont a történelem bizonyítja azt, hogy ez egy valóság volt valamikor. Mi a véleményetek mai szemmel, fiatal szemmel visszatekintve a múltra, ez mit jelenthetett, és ma létezik-e ilyesmi, mit jelent a rabszolgasors, hogyan viszonyuljon az Úr a beosztottjához? A rabszolgaság fogalma megtévesztő lehet, és élhetünk abban a tévhitben, hogy ma már ez abszolút nem aktuális, egy ilyen modern és szabad világban ez már abszolút természetes, hogy mi igenis a saját magunk urai vagyunk. Azonban a valóságban ez egy picit másképpen van. És gondoljunk csak bele, hogy mennyi minden uralhat minket. Lehetünk, ha a régi klasszikus értelemben nyilván nem is lehetünk rabszolgák, a mai modern keretek között igenis lehetünk. Lehetünk a saját vágyaink, szokásaink rabjai. Lehetünk a saját használati tárgyaink, az anyagi javaink rabszolgái. És ebben a kontextusban én mindenképpen szeretném megemlíteni a különböző közösségi médiákat, amik ránk fiatalokra hatalmas nagy befolyással, akár átveheti az életünk felett a hatalmat is, az uralmat is. Van ez a modern kifejezés, hogy influencer. Embereket követünk a közösségi médiákban, és olyan életet akarunk magunknak. Azt az anyagi javat akarjuk elérni, azokat a tárgyakat, olyanok akarunk lenni, úgy akarunk viselkedni, miközben elfeledkezünk arról, hogy az igazi keresztényi értékeket nem a közösségi médiában, hanem a Bibliában találjuk.
Példaként ugye a Bibliában is rengeteg ilyen példát megemlíthetünk, viszont ott van már a kezdetekben ugye Ádám és Éva története, az Úr az Édenben Ádámra és Évára bízza az uralmat, ők uralkodnak. Azonban ugye jön a sátán kígyó formájában, és olyan dologra veszi rá Évát, amit nyilván ismerjük a történetet, az uralma alá kerül, és tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Na most nyilván ezt még nagyon sok esetben vizsgálhatjuk, azonban én azt javaslom, hogy mindannyian, főleg a fiatalok, de mindannyian tartsunk egy önvizsgálatot, és tegyük fel a kérdést, hogy vajon mi vagyunk a saját magunk urai? Hát nagyon sok mindenre utaltál, és sok gondolatkört lefettél. Megértettük azt, hogy tényleg abban az értelemben, hogy a múltban ma nincsenek sem urak, sem rabszolgák, mégis rabszolgák lehetünk az életben valamilyen formában. És meg is jelenik az igében az a gondolat, a mamon gondolata, és szeretném, hogyha most erről beszélgetnénk a továbbiakban, hogy mit jelent a mamon kifejezés, mit jelent, milyen jelentőséget hordoz önmagában, illetve az anyagiasság az mennyiben rossz a mi életünkben, és hogyan kezeljük az életünkben azt, amiről a Biblia azt mondja, hogy gyakorlatilag rossz, de ez egy kérdés inkább most. A mammon szó idióhéjban azt jelenti, hogy a pénz után sovárgás az anyagiasságot jelenti, és sok ember manapság ebben a csapdában szenved, és az anyagiasság nem feltétlenül rosszat jelent, mivel Isten teremtette, és azért teremtette, hogy minket boldoggá tegyen, és élvezzük ezáltal az ő teremtését. És ő maga kijelentette a teremtés végén, hogy minden igen jó. Addig, amíg ez az életünkben nem az első helyen van, addig nincs gond. Az első helyre Istent kell tegyük, és őt szolgáljuk, ne a mammont. Az anyagiasság pont arra utal, hogy az anyagiasság legyen a mi szolgánk, ő segítsen ki minket az életben, főleg ebben az anyagias világban, és Istent tegyük az első helyre, és őt szolgáljuk, mivel nem szolgálhatunk két urat. Igen, ez valójában egy nagyon fontos gondolat, hogy amivel megáldotta a Jóisten, nyilván, hogy az önmagában nem lehet rossz. Rossz lehet, hogyha rosszféleképpen használjuk fel. A javak, a pénz önmagában nem rossz. Viszont, hogyha azt kívánjuk, és azért élünk, hogy az a miénk legyen, akkor ez már egy gond lehet az életünkben. Mindaddig, ameddig ezek eszközök, arra, hogy egy normális életet éljünk, áldás lehet a mi életünkben. Mit tegyenek azok, akik bővölködnek anyagi javakkal, és nincs meg az a kísértésük, hogy esetleg kívánják az anyagiakat, mert ők azzal rendelkeznek. Ezzel kapcsolatosan fel szeretnék olvasni néhány Biblia verset a Prédikátorok könyvéből, azért, hogy kicsit tisztázzuk, vagy akár egy jobb magyarázatot is adjunk ehhez. Prédikátorok könyve 5. fejezetének a 18. versétől elkezdve. Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott neki az Isten. Mert ez az ő része. És amely embernek adott az Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyik abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Istennek ajándéka. Addig, amíg ezt egy ajándéknak vesszük, és úgy tekintjük, hogy ezt Isten azért adja nekünk, hogy mi tudjuk élni az életünket, és élvezzük azt az ajándékot, az élet, ami az, addig nincs gond. Abban a pillanatban, amikor megengedjük, hogy a szívünket átformálja ez az ajándék, amit Isten ad, tudjuk, hogy Isten rosszat nem akar nekünk, szóval mindent, amit megenged az életünkben, a javunkra szolgál. Ha ő ezt megengedi nekünk, azt jelenti, hogy élveznünk kell. A fontos az, hogy ne irányítsa a szívünket, ha tovább olvassuk az utolsó Biblia verset ebből a fejezetből, mondja is, hogy Isten szereti az embernek a szívének a gondolatát. Ami arra utal, hogy a mi szívünk gondolata az kell legyen, hogy az ő országát, az ő uralmát és az ő szolgálatát keressük, és abban lejjük az örömünket.
Az igeszolgálat első részében Garciáról hallhattunk, aki kettős szerepben volt ügynök nagyon sokáig, és láthattuk a történet szerint, hogy elég sikeresen is betöltötte ezt a minőséget, de ugye a hétköznapi életben, a mi életünkben, a Jóistennel való kapcsolatunkban igazából nem tudjuk ezt megélni, mint egy boldog élethelyzetet, hanem egy kudarc egy adott pillanatban, amikor kiderül az, hogy nem voltunk őszinték önmagunkhoz, vagy a Jóistenhez. Na most tényleg eljön egy olyan pillanat az életünkben, amikor döntenünk kell a Jóisten mellett, vagy esetleg ellene? Igen, ez egy olyan döntés, ami mindenki számára nehéz, viszont a választás elkerülhetetlen. Akármit teszünk, az besorolható az említett két hatalom egyikéhez, vagy Istenhez, vagy az énhez. Ahogy az előadásban is hallottuk, ez a két hatalom ellentétes elvekre épül, és ezért meg lehet őket különböztetni egymástól. Mindkét hatalom különböző értékrendekkel bír, míg az egyik egy önző, magának való életet követel, addig a másik egy olyan életet kér, amivel másokat szolgálunk. A Bibliában is olvassuk, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, vagy az egyiket gyűlöljük, a másikat szeretjük. Éppen ezért fontos megtanulni dönteni, hogy választani tudjunk, hogy a saját énünket szolgáljuk, vagyis Sátánt, vagy pedig Krisztust, amivel együtt jár az, hogy másoknak is szolgálunk. Nagyon sok esetben ezt az elvet tesztként is lehet használni, hogy eldöntsük, melyik oldalon is állunk. Ha valaki mellett döntöttünk, és döntöttünk Isten mellett, akkor ez azt jelenti, hogy felelősségre vonhatóak vagyunk abban a döntésünkben, élethelyzetünkben, amit mi magunk hoztunk meg? A Bibliában említést tesz Isten a talentumok példázatával, amelyben az van leírva, hogy ez Úr a szolgáinak egy, kettő és öt talentumot ad, és miután elmegy, és miután hazajön, végigkérdezi, vagy számon kéri a szolgáit, hogy mit tettek ezekkel a pénzekkel. És itt meglátszik az, hogy ki volt hűséges, ki tett a gazdasághoz még hozzá, és ki volt anyagias, saját magánra gondolva, és ásta le a pénzét, hogy megmaradjon, és nem gyarapította azt. Köszönöm a válaszaitokat. Azt látjuk, hogy néha az ember egy kettős életet él. Mi a fiatalok ezt nagyon könnyen felmérjük, észrevesszük mások életében, de lehet, hogy mi is rádöbbenünk egy adott pillanatban, hogy a mi életünkben is szó van egy kettősségről, mondhatnám képmutatásról, hogy egy értékrendet hiszünk és vallunk szóban, de néha a cselekedetekben kihágásokat vagy másságot bizonyítunk. Hogyan is működik ez a dolog az életünkben? Sajnos igen, bárkivel megtörténhet ez, sőt meg is történik, hogyha megkérdezzük, hogy neki mi a fontosabb a család vagy Istennel való kapcsolatban, vagy hogyha megkérdezzük, hogy mire fordítana minőségi időt a családra vagy a munkára, akkor az a válasz más lehet, mint az ő tettei. Az evangéliumokban is a gazdag ifjú, ő biztos volt abba, hogy az összes parancsolatot megtartja. De amikor Isten választás elé tette őt, észrevehetjük, hogy teljesen más volt az ő válasza, mint amit ő magáról gondolt. Hogyha már megemlítetted a gazdag ifjúnak a példáját, akkor milyen tanulságot vonhatunk le az ő életéből, hol hibázott, mi volt az ő tévedése? Mikor a gazdag ifjúra gondolunk, akkor meg lehet, hogy még imponál a személyisége, ugyanis egy sikeres fiatalember volt, zsidó, állítása szerint törvény előtt fedhetetlen, mindent betartott, és még Jézust is szerette volna követni. Ugyanakkor szerintem nagyon hasonlítunk rá abban, hogy naívak vagyunk. Ő egy álomban ringatta magát, egy tévhitben élt, miszerint ő
Isten szolgálta, és minden parancsolatot betartott. Ugyanakkor az első parancsolat szerint az Úr azt kéri, hogy ne legyenek előtte más isteneink. És nagyon érdekes, mikor választás elé kerül, nem tudja az Isten követését választani, mert annyira megszokta és elkényelmesedett az anyagiasságban, amely amúgy nem lett volna rossz dolog, de ő arról a biztonságról, arról az előkelőségről nem tudott lemondani azért, hogy mezítláb az Urat kövesse. És ez nagyon fontos, hogy sokszor mi is azt gondolhatjuk, hogy minden törvényt betartunk, de amikor egy valódi választás elé egy elhívást kapunk, tegyük fel, akkor lehet, hogy meglepődünk, hogy valójában mi van a szívünkben. De ne adjuk fel a reményt, lehet, hogy nem csak egy lehetőségünk lesz az Urat szolgálni, lehet, hogy nem csak egy elhívásunk lesz, és úgy gondolom, hogy ilyenkor erőt kell venni, és arra kell gondolni, hogy mit szeretnénk hosszú távon. Ugye az örök élet a tét, és akkor ezt szerint döntsünk. Kiindulva akkor ebből a történetből, tudnátok esetleg még más példákat is felhozni, amikor fiatalok vagy más személyek választás elé kerültek, és dönteniük kellett, választaniuk kellett? Én a saját életemben észrevettem azt, hogy az időbeosztással is rosszul gondoskodok, mivel észrevettem azt, hogy túl sokat telefonozok, és ez azt is implikálja, hogy nem adok elég időt Istenre. Mondjuk nem olvasom annyit a Bibliát, mondjuk nem olvasom annyit az ígét, vagy a tanulmányokat, és ez mégis meghazudtolja a saját magamat, hogy én mégis a mennybe szeretnék menni, én mégis az örök életet szeretném választani, de ha nem teszek érte semmit, vagy más teszek helyette, akkor mégis hova fogok kerülni. És itt akkor el kell gondolkodni azon, hogy mégis milyen minőségi időt töltünk Istennel, és hogy milyen szórakozást, vagy mit választunk helyette. Egy másik példa, ami talán hozzánk diákokhoz szintén közel áll, az, amikor egy teszt vagy egy vizsga előtt állunk, olyankor döntenünk kell, hogy azt a tudást használjuk, amit a tanulás során szereztünk, és ehhez Istentől kérünk bölcsességet, vagy pedig azt az utat választjuk, hogy mi is, mint mások, másolni, vagyis csalni fogunk. Különösebben én még rátérnék a függőségekre is. Úgy gondolom, hogy egy ugyanolyan, vagy legalábbis hasonló helyzet, amikor egy fiatal, vagy nem feltétlenül, egy döntés előtt áll. Van egy bizonyos függősége, amit sajnos felsorolhatjuk, az alkohol, dohányzást, pornográfiát, bármi ilyesmit is. És ami ezekkel egyenlő, az, ahogy hallottuk, a telefon, vagy az ilyen eszközök használata is rengeteg időt elvesz. És ugyanúgy döntés előtt állunk, mikor akarjuk használni, vagy elvégezni azt a függőséget, és olyankor kell döntsünk, hogy na most engedek a test kívánságának, a hús kívánságnak, vagy inkább a lélekre hallgatok. És fel szeretnék olvasni ehhez is egy biblia szöveget, a Róma beliekhez írt levélből, 7. fejezetének a 19 és 20. versét. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Ez egy bizonyíték arra, hogy ha érezzük is, vagy ha tudatosítjuk magunkba azt, hogy amit tettem, vagy amit akarok tenni nem jó, akkor tudjuk, hogy rabjai vagyunk a bűnnek, a bennünk lakozó bűnnek. És ez lehet egy jele annak, hogy döntés előtt állunk, hogy a gonoszt válasszuk és őt szolgáljuk, vagy Istent szolgáljuk. Én
Én úgy gondolom, hogy minden reggel, amikor felkelünk, már egy döntés előtt állunk, ugyanis választanunk kell a között, hogy hogyan kezdjük el a napunkat. Úgy kezdjük a napunkat, hogy elővesszük a telefont, végigpörgetjük a híreket, megnézzük, hogy mi történt a világban, vagy pedig ehelyett kinyitjuk a Bibliánkat, és imában, tanulmányozással Istennel kezdjük el az adott napot. Hát segítsen meg az Úr bennünket, hogy jó döntéseket hozzunk a mindennapokban, és így haladjon előre az életünk. De a nagy kérdés az, hogy elég egyszer meghozni ezt a döntést. Lehet, hogy egyesek azt mondják, hogy hát én döntöttem Jézus Krisztus mellett, átadtam az életemet neki, lehet meg is keresztelkedtem, és most már miért kell állandóan nyaggatni ezzel a kérdéssel? Egyszer meghoztam ezt a döntést. Mi a véleményetek? Ha keresztények vagyunk, akkor legalább már egyszer biztosan döntöttünk Isten mellett, viszont ez nem azt jelenti, hogy ezzel az egy döntéssel megtettük a magunk részét. Mivel a bűn jelen van az életünkben, a mindennapjainkban, ezért minden egyes nap akár többször is döntés elé vagyunk állítva. Választanunk kell, hogy egy adott helyzetben vagy kísértésben Isten mellett maradunk, vagy egy teljesen más utat választunk. Vagyis ez azt jelenti, hogy folyamatosan újra és újra döntést kell, hogy hozzunk. Isten mindenkinek szabad akaratot adott, és így mi döntünk a saját sorsunk felett minden egyes alkalommal. Hát a beszélgetés az igevers elemzésével kezdődött, és most már a beszélgetés vége felé haladunk. Milyen szöveg összefüggésbe, környezetbe íródik meg ez az igevers, ez a kijelentés, ami az ige szolgálat alkalmával is elhangzott, és itt a beszélgetésben is. A megemlített igevers az a hegyi beszéd keretén belül található. Itt Máté az 5., 6. és 7. fejezeteiben egy összefoglalót kínál az olvasóinak, Isten országának evangéliumáról. És Jézus itt figyelmeztet minket, hogy nem tudunk két úrnak szolgálni, el kell döntsük, hogy melyik oldalon állunk, és figyelmeztet arra, hogy ne engedjük, hogy az anyagiasság, vagy az anyagi javak uralkodjanak rajtunk, és ők vezessenek minket. Ha egy kicsit tovább megyünk a versekben, akkor eljutunk a 33. vershez, a 6. fejezetnek a 33. verséhez, ott mondja Jézus, hogy keressétek először Istennek országát és az igazságát, és mindez megadatik ráadásul. Itt azt is érthetjük, lényegében megérthetjük, mit akar Jézus mondani az élet lényegéről, az élet menetéről. Úgy kell elképzelni, hogy az előző versekben is mondja Jézus, hogy Isten olyan szépen felöltözteti a rét virágait, a madarokról gondoskodik, mennyivel fontosabbak vagytok ti. Hangsúlyt tesz arra, hogy velünk különlegesen foglalkozik. Minden szükségletünket kirendeli azért, hogy mi tudjunk a lényeggel foglalkozni, tudjunk azzal foglalkozni, ami az életünkben a legfontosabb. Itt ebben a 33. versben, amikor az igazságról beszél, akkor arra utal, hogy hogyan értelmezi ő a törvényt, amit jól ismerünk az előző könyvekből, és amikor az országot mondja, akkor az uralmára gondol. Ezért van az ima is, hogy legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hogy legyen meg Isten uralma, nem csak a mennyben, ahogy most van tökéletesen, hanem a földön is, az emberek között is, és az emberek fölött is. Valahogy úgy képzelem el, ahogy ilyen nagy cégeknél történik, hogy a vezetők rájöttek, hogyha az alkalmazottaknak megadnak minden lehetőséget, minden hozzávalót megadnak nekik, szerszámokat, eszközöket, ételt, italt, biztonságot, meleget, meg minden, amire szükségük van, akkor ezekkel már nem kell foglalkozniuk az alkalmazottaknak, és akkor tudnak koncentrálni rá, irányítják minden figyelmüket arra, hogy produktívan dolgozzanak a lényegre, hogy fejlődjenek, és hogy persze jól menjen a cég. Valahogy így akarja Isten is. Mindenünket kirendeli, az ételünket, italunkat, ruházatunkat, minden, amire szükségünk van, azért, hogy mi tudjuk keresni az ő országát és az ő igazságát. Egy utolsó villámkérdés, talán egy-két vagy több villámválasszal, hogyan tanácsolnátok a többi fiatalokat,
mit tegyenek azért, hogy megmaradjanak amellett a döntés mellett, hogy a jó Istent kövessék és szolgálják. Folytatni szeretném, ha már nálam van a mikrofon. Ha ismerjük a Bibliát, vagy legalább egy kicsit tudjuk a lelki résznek az alapját, a Szent Háromságot, ott benne van ez a szereplő, a Szent Lélek, és több könyv íródott erről, és hangsúlyt raknak, és Jézus is többször is említi az evangéliumokban, hogy kérjük a Szent Lelket az életünkbe. Írja, hogy teljesedjünk be a Szent Lélekkel. Azt mondta Jézus, mielőtt felment volna a mennybe, hogy jobb nekem, hogy elmenjek, mert az Atya küldeni fogja a helyettem a vigasztalót, a Szent Lelket. Egyik javaslat, vagy tanácsom az lenne, hogy minden egyes nap kérjük a Szent Lélekkel való betöltekezést. Nekem még az egyik tanácsom az lenne, ami el is hangzott már körülbelül a beszélgetésünk során, hogy naponta keressük a kapcsolatot Istennel, és ezáltal akkor mindig a jó döntést tudjuk meghozni. Köszönöm nektek ezeket a nagyszerű válaszokat. Az Úr segítsen meg bennünket, hogy meg is tudjuk élni ezeket a gondolatokat, és legyen gyümölcsöző a mi életünkben az, hogy Istennel járunk és őt követjük. Köszönöm még egyszer nektek. Thank you.
Bódás János, Isten fiai. Oda kínáltad-e bal orcád annak, ki megütött jobb feleden? Ha nem tetted, nem tudod még, milyen a legboldogabb győzelem. Ha törvény elé vitt pimasz, hamis vád, és te nem hagytad magad, de fogcsikorgó daccal védted rongyod, még sohasem volt igazad. Ha egy mérföldre küldtek, s te kettőre nem vállalkoztál szívesen, a szolgaság szép és győztes szabadságát nem ismered meg sohasem. Ha nem jutott kezedből szegénynek se fillér, se kenyér, se víz, nábob kincseid aranygarmadája rejtve maradt előtted is. Ha nem szereted, és áldod azt, ki gyűlöl, s halálos csapást von köréd, nem ismered a megbocsátás édes és uralkodói örömét. Visszaütni gonosz is tud, és perelni vámszedőnek is van joga. Csak szolgalélek zsarnok, csak az állat önző és ostoba. Az ember több. Légy ember! Isten fia, neked szól a hegyi beszéd. Árassza lényed egy magasabb élet megtisztult szellemét. Az égben rezd gyökered erősen, s ne ússz az árral ostobán. Tedd mindennek éppen a fordítottját, mint amit a világ kíván. A föld a korcsoké, s a korcs gyáva, hitvány. Bárhogyan küzd, el kell buknia. A bölcs szeliden enged a pimasznak, s teheti, mert bátor és erős. Király, mert az Isten fia. Amen. Thank you.
A műsorunk végéhez érkeztünk, és lassan el kell búcsúzzunk a kedves nézőinktől és hallgatóinktól. Sok mindenre szó került a mai alkalom során, viszont amit mindenképp kiemelhetnénk a beszélgetésből, és elmondhatjuk róla, hogy talán ez a legfontosabb része a mai elmélkedésnek, az az, hogy újítsuk meg nap mint nap annak a döntését, hogy az Urat választottuk. Láthattuk és hallhattuk, hogy ez a döntés nem elég, ha egyszer történik meg életünkben. Ugyanis az életünk napról napra változik. Lehet a jó irányba, de lehet éppenséggel a rossz irányba. Emiatt mély önvizsgálat által figyelemmel kell tartsuk minden egyes nap, hogy az a döntés, amit Isten irányába tettünk, teljesül-e vagy sem. És amennyiben gondok és problémák jelennek meg ilyen téren, ne féljünk újra elkötelezni magunkat Isten mellett, mert ez teszi a mi drága jóatyánkat a legboldogabbá. Ez legyen a bátorításunk a mindennapjainkban. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen alkalommal, az Úr áldását kívánom a kedves nézőknek és hallgatóknak. A viszontlátásra! Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs? Vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább galamb, vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 8 és május 24-e között minden hétfő este 6 órától a Speranza Reménység TV-n, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít.